Ó, a mama. Ázsia legjobban várt díjátadója. De lássuk is, hogy miért. Sziasztok, itt Főadmin, és a mai videóban arról fogunk beszélni, hogy kik is nyertek díjat az Mnet Asia Music Awards díjátadón. Ez a díjátadó mondható tulajdonképpen az egész Ázsiának a vörös szőnyegének, és ezen a díjátadón a legnevesebb sztárok, legnevesebb előadók egész Ázsiából jelennek meg. Na most tudni illik erről az egész rendezvényről, hogy ennek a rendezvénynek a díjainak a, hát mondjuk azt, 75-80%-át mind K-pop sztárok nyerik meg. Ha hiába van Ázsiában meg annyi ország, meg annyi híres énekes, meg zenész, általában 80% a díjaknak az mind K-pop előadóknak megy. Ezzel is látszik, hogy igazából egész Ázsia elismeri, hogy a zenei popipart Ázsiában Korea viszi. Szóval ez nem titok. Inkább az a kérdés, hogy melyik koreai előadó milyen díjakat fog nyerni. Összeszedtem nektek, csak a koreai nyerteseket fogom nektek felsorolni, mert igazából van itt egy listám, jó hosszú. Minden díjat, amit K-pop sztárok bandát nyertek, és ezeket fogjuk felolvasni, és a végén összeszámoljuk, hogy kinek is van több díja, és ki kapta idén a legtöbb díjat a MAMA díjátadón. Szerintem kezdjük is el. Lássuk, milyen kategóriák voltak, és milyen nyertesek. Best Unique kategóriában a 101 Triple Position nyert. New Asian Artist díjat az Izon nyerte. Best Group Dance Performance női kategóriában a Twice. Best Hip Hop and Urban Music, Zico for Soulmate, Fatty You nyert. Best Band Performance, Hyunka. Best Asian Style díjat a BTS nyerte. Discovery of the Year, Momoland. Best Male Artist, Roy Kim. Best Dance Performance Solo, Chungha a Rollercoaster-rel. Best Vocal Performance Group, Lycon a Latsenairoval. Best Dance Performance férfi kategóriában a Seventeen nyert. Best Male Group, 101, Song of the Year, What is Love, a Twice-tól, és most itt fog következni egy Worldwide Fans Choice Top 10, azaz lehetett szavazni az egész világról, hogy melyik az a Top 10 banda, aki bekerüljön ide, és igazából mind a 10 kapott egy-egy díjat. Szóval lássuk is, hogy ki az a Top 10, akiket megszavazott a közönség. BTS, 101, GOT7, Seventeen, NewSV, Blackpink, NCT 127, Monster X, Twice, és Mamamoo. Worldwide Fans Choice Japan díjat a BTS nyerte. Favorite Dance Artist férfi kategóriában BTS, Favorite Dance Artist női kategóriában Twice. Worldwide Icon of the Year BTS, Best Composer of the Year Dean, Best of the Next Giddle, Best New Artist férfi kategória Stray Kids, Best New Artist női kategória Izone, DDP Best Trend kategóriát 101, Best Vocal Performance Solo Haze, TikTok Best Music Video BTS, TikTok Most Popular Artist GOT7, Favorite Vocal Artist Mamamoo, Favorite Music Video BTS Idol, Kiss Me Style Music díjat Monsta X, és az MVAVA Global Choice BTS a Fake Love-val. Sikerült is a végére jussak, hogyha minden díjat összeszámolunk, akkor kiderül, hogy összességében a legtöbb díjat, mint várható volt, a BTS kapta, második legtöbb díjat a Twice kapta, harmadik legtöbb díjat pedig a 101 kapta. Na, ezt döntsétek el ti, hogy ki mennyire érdemelte meg, és komment részlegbe írjátok még meg, hogy szerintetek bizonyos kategóriában kinek lett volna ott a helye, kik kellett volna több díjat nyerjen, vagy kik kellett volna kevesebbet. Szerintetek ez a díjátadó teljesen tükrözi a valós értékeket, vagy sem. És majd ezt az egészet megbeszéljük a komment részlegbe. Köszönöm, hogy ebben a videóban velem tartottatok, ne felejtsetek el lájkot hagyni, vagy esetleg feliratkozni, hogyha tetszett nektek, amit láttok, és nem akartok a jövőben lemaradni hasonló videókról. Én pedig majd hamarosan jövök nektek az újabb hírekkel. Főadmin voltam, sziasztok!